Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban megmutatom nektek, hogy miket vásároltam az elmúlt időben a Notinóról. Mint amúgy általában ez nem egy rendelésnek a termése, hanem úgy több. Tulajdonképpen három rendelés egy dobozba belerakva. És nem minden Notinós, mert kicsit csaltam. Ugyanis van egy rúzs, ami Douglas-es. Mert hogy a Notinon nem volt az az árnyalat, amit szerettem volna, úgyhogy végül azt a Douglas-ról vettem meg. De mivel az a márka, ami amúgy a Jeffree Star, spoiler, amúgy kapható Notinon, úgyhogy annyira nem kamu, hogyha ezt is belerakom a Notinos dobozba, és azt mondom, hogy Notinos, de elárulom nektek, hogy az az egy dolog, ami nem az. No de, ha érdekeltiteket, hogy pontosan milyen amúgy sminktermékekről van szó, mert hogy itt sminktermékek lesznek, meg ecsetek, hogyha erre kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem ez alkalommal is. Kezdjük azokkal, amiket újra vásároltam. Az első dolog, ami nem lesz túlzottan meglepő, az a legnagyobb kedvenc alapozóm, a The Balm-nak az Antidotes alapozója, amiből ugye itt van a régi a kezembe is fordítva tartom, és ebben már konkrétan, hát ott az alján egy icike-picike van, és ezt annyira szeretem, hogy én újra vettem. Pedig amúgy egyáltalán nem olcsó, de újra vettem. Nekem a 10-es árnyalatban van meg, ami a legvilágosabb, hát ilyen porcelános dolog, szóval, hogyha kellőképpen világos arcbőrrel rendelkeztek, akkor ez jó lehet. És azt hozzátenném, hogy amúgy ez korrektor hivatalosan, de én alapozónak használom. És meglepően jól bevált számomra alapozónak, úgyhogy igen, emiatt vásároltam meg újra. A másik dolog, amit nagyon szerettem, de viszont megromlott, úgyhogy ki kellett dobnom, az a NYX-nek a sima, egyszerű, kicsavaros rúzsai közül a minimalizm, vagyis hogy a minimalizmus árnyalat, és hát, hogy ez így egy tök jó kis hétköznapi színem, amit nagyon-nagyon szeretek felkenni így hétköznapokra, hogyha dolgozni megyek, vagy ha csak úgy amúgy kimegyek az utcára, elmegyek otthonról. Lehet, hogy a kamerán nem teljesen fog átjönni, de ennek hasonló színe van, mint a szám eredeti színének, csak egy picikét erőteljesebb, és egyébként mellékenem a MAC-nek a mér árnyalatát, mert arra hasonlít a leginkább. Nem mondom, hogy megszólalásig, de azért erőteljesen hasonlít a két árnyalat. Ez itt a MAC-nek a mérje, és akkor itt van mellette a NYX Minimalizm árnyalata. És hát elég hasonló a kettő. Annyi, hogy a MAC az matt, a NYX az meg egy ilyen természetes fényű. Tudjátok, ez a fényesebbik, ezáltal egy kicsikét hamarabb lejön az embernek a szájáról, viszont ez az a fajta árnyalat, ami még hogyha egy kicsit el is kenődik, akkor nem olyan feltűnő, mint hogyha adott esetben piros vagy fekete rúst hordanál, mert hogy azok elég rendesen el tudnak kenődni, úgyhogy emiatt én fekete, illetve ilyen sötétebb, pirosabb színű rúzsokból a folyékony matraszáradót szoktam preferálni, és nem is nagyon veszek ilyeneket. És a legtöbb rúzs, amit megtartottam, ilyen kicsavarósból, azok ilyen nude árnyalatok. Így hétköznapra a videókban, meg kicsit azért durvább árnyalataim is vannak, de minden esetre ezt nagyon sajnáltam, hogy megromlott és újra vettem. És ha már átértünk a NYX-re. Van itt még egy pár NYX-es dolog. Többek között újra vásároltam az egyik legjobb, hanem a legjobb szemhétust a világon. Így mind személyes véleményem, mint jó sok ember véleménye szerint. Ez a NYX-nek az Epic Inclinere, és nekem egy elég régi volt, amit kidobtam. Pedig az a durva, hogy nem akarok hazudni nektek, vagy egy 3 éve meg volt ez a szemhétus, úgy, hogy azt írja, hogy 6 hónapig lehetne használni, és nekem még mindig működött, és nem száradt be, és még mindig nem volt semmilyen extra gyanúja annak, hogy megromlott volna, de azért már 3 év után illő volt kikukáznom azt a szemhétust, úgyhogy újra vettem. Nagyon-nagyon szeretem, tök kis precíz vonalakat lehet vele húzni, és mivel én előnyben részesítem ezeket a fajta tusvonalas, kaligráf sminkeket, ezért jól jön, hogyha szépen és precízen lehet egy szemhétussal dolgozni, és hát ezzel lehet. Annyi, hogy a tartóságát ítélve, az van ráírva, hogy vízálló, de nem teljes mértékig olyan tartós nekem legalábbis, mint egy
mint egy mekes szemhéjtus, ugyanis a legtartósabb szemhéjtusom jelenleg, ami van, és amit, hát hogyha tust használok hétköznapra, akkor azt használom, mert hogy az tényleg olyan, hogy nem jön le a szememről, és nem sírom le, és semmi, az a MAC-nek a, mi van ráír, a 24 órán át tartó vízálló kis ilyen tégelyes, ecsetes szemhéjtusa, na ez tényleg nagyon jó cucc, viszont elég drága, kellőképpen drága ahhoz, hogy elkezdjek utána járni annak, hogy milyen alternatív megoldásai lehetnek, hogy hétköznap ne jöjjön le a szemhéjtusom, mert hogy ez nagyon jó, csak mondjuk inkább videókhoz alkalmas, és hogyha elindulok reggel, egy hosszabb munkanap, vagy valami, akkor ez elfolyhat, meg úgy kicsit így elmászhat, úgyhogy annyira nem bízok benne. Ezért még egy szemhéjtust vásároltam a NYX-től, amikkel kapcsolatban nekem évekkel, de tényleg évekkel korábbról van némi tapasztalatom, és én arra emlékszem, hogy akkor, amikor használtam, brutál tartós volt, és nem tudtam levakarni magamról. Nos, azóta már rájöttem, hogy vannak jó vízálló szemfestéklemosók, de hogy akkor azért nem szerettem, és azért nem vettem újra, mert túlságosan nehéz volt lemosni. Viszont most már így komolyan felnőtt fejjel sokkal jobban preferálom azt, hogyha tartós egy szemhéjtus, és nem kenődik el, és a szempiraspirálból is már inkább vízállókat használok, és inkább megküzdök vele esténként, hogy leszedjem, mint hogy napközben elmosódjon, és újra kelljen csinálnom. Azzal kapcsolatban kicsit félek, hogy milyen az ecsete. Hú, hál' Istennek, ilyen ecsetes az ecsetje. Nem ilyen szivacsos, vagy ilyen kis szilikonos cucc, azokat nem szeretem. Úgyhogy én ennek fogok adni esélyt, ki fogom próbálni hétköznapra, letesztelem, hogy mennyire marad fönt, és mennyire mászik el, vagy folyik el, vagy valami, aztán majd beszámolok nektek róla. De összességében ennek az volt a célja, hogy ki tudjam váltani a mekeset, mert hogy nagyon sokat használom, és hát vastag szemhéjtusokat szoktam csinálni, illetve az is előfordul, hogy az egész szemhéjamat berajzolom tussal feketére, és elég gyorsan fogy. Úgyhogy igen, próbálom megkímélni a pénztárcámat attól, hogy egy majdnem 10 000 forintos tust újra vásároljak. Következő NYX-es dolog, amit újra vettem, ugyancsak ilyen büdzsé kímélő célból, az a NYX-nek az HD szemhéjbázisa, amiből nekem ez a pici miniatűr van meg, és amiben már nagyon kevés van, ezért is vásároltam újra. Nekem nagyon sokáig az Urban Decay Primer Potion volt a szemhéjbázis, de mindazonáltal, mint hogy ez a mekes szemhéjtus ilyen csiliárd összegekért kapható, és hát szemhéjbázist is elég gyorsan el tud használni egy ember, ezért arra jutottam, hogy újra veszem ezt a NYX-eset. És nem zárom ki, hogy ne vásároljam majd meg később újra azt az Urban Decay-t, de egyelőre most ezt a NYX-eset vásároltam újra, és hogyha a pár cseppet, ami ennek a minének az alján van, elhasználtam, akkor ezt kinyitom, és ezt fogom majd használni. Amúgy ezeken kívül van még nekem egy ugyancsak végét járó szemhéjbázisom, ez a Colourpop-os, ami a Party Proof-os szemhéjbázis, és ez sem rossz, de annyira nem szerettem, hogy újra vegyem. A NYX-es az szerintem jobb, és nekem speciál tartósabb, és úgy, hogy igen. Ennyit a szemhéjbázisokról. A következő dolgok, azok már olyanok lesznek, amik úgymond újdonságok, legalábbis számomra, mert még nem volt velük korábbról tapasztalatom, de felkeltették annyira az érdeklődésemet, hogy megvásároljam őket. Egyébként két NYX-es dologról van szó. Az egyik, az egy primer, és tudnélik rólam, hogy nem rajongok a primerekért, mert nem találtam még olyan primert, ami számomra tökéletes lett volna, és valahogy nem tudom, nem szeretem a primereket, és azért gondoltam, hogy ez az ilyen kiszorós, prés dolog beválhat számomra, mert ezt csak így magadra kell spriccelni, és nem kell kenegetni, meg hát ilyen várom tőle a megváltást. És elég jókat olvastam róla az interneten, és nagyon sokan szeretik, úgyhogy emiatt gondoltam úgy, hogy adok neki egy esélyt, és kipróbálom, és elspriccelgetem így hétköznapra az arcomra. Ez is egy olyan dolog, amiről jókat hallottam, és még sosem próbáltam, és gondoltam, adok neki egy esélyt a NYX-nek a
Nem tudom kimondani a nevét, nem erőltetem. Egy elvileg teljes fedés nyújtó alapozója, de kb. Minden alapozó, amire rá van írva, hogy teljes fedés, az nem szokott teljes fedésű lenni. Alapozó szinten is azért egy pár dolgot kiszelektáltam, még így is több alapozóm van, mint amennyit el tudnék használni, de érdekelt annyira, hogy megvásároljam. Egyébként ez a fér árnyalatba került hozzám, és 24 órán át tartó matte finish-t ígér. Tudjuk mint, hogy azért ez messze áll a valóságtól, mert hogyha valakinek olyan zsíros bőre van, mint mondjuk nekem, annak kb. Fél óra alatt kifényesedik a T-zónába, meg azokon a területeken a bőre, ahol ki szokott fényesedni, úgyhogy ez a matt hatású dolog, ez, hát igen, de jól hangzik. És akkor a NYX-től elvonatkoztathatunk, és tovább léphetünk a következő márkánkra, ami a Jeffree Star. És előjáróban annyit mondanék, hogy nekem két úgy igazán kedvenc rúzsom volt, van, lenne, csak hogy ezek itt a Lime Crime-tól is elég régiek ahhoz, hogy fájó szívvel megváljak tőlük, pedig amúgy ezeken sem vettem észre, tudjátok, hogy úgy igazán megromlottak volna, de hát ezek is elég öregek ahhoz, hogy na, értitek. Bár hozzátenném, hogy a videó előtt még ezt a feketét magamra kentem, és nem igazán vettem észre rajta azt, hogy rossz lenne, vagy nem okozott még kiütést meg semmit, de azért mégiscsak illő lenne már lecserélni őket. És hát bár még a Lime Crime-tól a fekete, ami a Black Velvet néven fut, az még mindig kapható, de Lime Crime-t vásárolni mostanában eléggé nehézkes. Én Feel Unique-ról szereztem be régebben, de náluk már, hát, átvette ugye a Sephora, és azóta a Lime Crime-tól nem igazán vannak fönt dolgok, és igen. Meg amúgy sem szerettem volna emiatt az egy rúzs miatt vásárolni egy olyan webshopból, ahonnan más nem kellene nekem, mert tudjátok, olyankor jön az impulzus vásárlás, és olyan dolgokat is megveszek, amiket nem akarok, úgyhogy nem vásároltam Lime Crime-t. Ezt meg amúgy sem tudnám megvenni, mert már kivonták a forgalomból ezt az árnyalatot, nagy szívfájdalmamra, ez a Red Hat nevű piros, metálos szín, és mind a kettőt ki fogom swatcholni, mert összehasonlítom azzal, amiket most vásároltam Jeffree-től. Kerestem valami tök jó kis alternatív dupe megoldást, hogy kevésbé fájjon a szívem emiatt a szín miatt. És hogyha már Jeffree, akkor feketéből is Jeffree-t vettem. Amúgy én Jeffree-nek a matt rúzsaival meg vagyok elégedve, és könnyebben beszerezhető, mint egy Lime Crime márkás termék, úgyhogy igen. Emiatt most nem Lime Crime fekete rúst vásároltam újra. Bár azt sem zárom ki, hogy későbbiekben ezt a rúst még egyszer újra fogom vásárolni, mert nagyon szerettem, és amúgy nagyon jó illata van. Nem mellékesen. Szóval, az a két rúzs, amit megvettem, az egy fekete, és hát egy ilyen metál piros, mint hogy ennek a kettőnek az alternatíváját kerestem. Szóval ez a neve a feketének, és ezt Notino-ról rendeltem, mint ahogy a termékeknek a 98%-át, viszont a metálos piros az egyetlen, amit a Douglas-ról, mert hogy ezt nem találtam meg Notinón. Egyébként érdekesség, ennek a fekete Jeffree rúzsnak olyan fura, klóros szaga van, mint a medencéknek. És nekem ez annyira nem tetszik. Viszont elég jó fekete. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán még feketébb is, mint a Lime Crime-os. Bár elég öreg, szóval lehet, hogy amiatt nem olyan pigmentált már, de hogy egész jó kilátásaim vannak erre a Jeffree-s fekete rúzsra. Ami pedig ezt az árnyalatot illeti. Ha nagyon nem fókuszál a kamera, akkor kírom nektek ide alulra a kijelzőre utómunkával, hogy el tudjátok olvasni, hogy ha esetleg szimpatikus. Szóval, hogy ezt vettem Douglas-ről, és kicsit fura, de olyan, minthogyha egy kicsit be lenne száradva, mert hogy így a cuci alulra beült. De közben meg amúgy, hát elvileg új. Szóval nekem ez egy kicsit gyanús, hogy nem tudom. Minden esetre nagyon szép színe van. És viszonylag hasonlít arra, amit kerestem. Nem mondom, hogy 100%-ig ugyanaz,
de azért a kettő hasonlít egymásra annyira, hogy megnyugodjak, és azt mondjam, hogy most már el tudom engedni a lime krémos rúst. Kidobni nem szeretném, én elrakom emlékbe, mert ja, eléggé ragaszkodom hozzá. De ez egy nagyon jó kis alternatív megoldás. És a karácsonyi időszakban, ami hát nem sokára érkezik, nagyon-nagyon sokat fogom hordani, mert olyankor nagyon szeretek hétköznapra is ilyen metálos piros rúst felkenni, és ez jónak bizonyul. Ennek a pirosnak egészen jó illata van a feketéhez képest, és igen, úgyhogy egészen meg vagyok velük elégedve. Egyiket sem próbáltam még ki, a számon csak swatcholtam őket, de így swatch alapján, meg az előző swatch alapján, amikor megjött, meg vagyok velük elégedve. A későbbi véleményemről meg majd később, majd visszatérünk rá. Az utolsó dolog a mai videóban az egy ecsetszett, és végre megvettem azt a Sigma utazó ecsetkészletet, amire már évek óta fáj a fogam, és mindig sajnáltam rá a pénzt, mert úgy voltam vele, hogy nincs nekem rá szükségem. De hogy háttérinformációként előkerestem azt a régi Sigmás púder ecsetemet, amit én már feltöltöttem az eladós instámra, mert úgy éreztem, itt az ideje, hogy megváljak tőle. Ez az F30-as nagy púder ecset, aminek amúgy tök szerettem, hogy ilyen nagy pufi feje van, viszont az a hosszú nyél, ami így, hát láthatjátok, hogy milyen brutálisan hosszú. Jó, mondjuk nincs nagy kezem, de hogy elég hosszú nyele van az ecsetnek ahhoz, hogy zavaró legyen használni, és én mindig úgy szoktam púderezni, mivel hogy rossz a látásom, hogy a tükröt így elég közel rakom magamhoz, és így mindig lekoszogtattam a tükörnek az ecsetnek a végével a tükröt. Úgyhogy emiatt engem ez annyira borzasztóan zavart, hogy meg akartam venni ezt az utazószettet, mert hogy ebben van egy olyan púderecset, ugyanúgy F30-as, elvileg, tegyük hozzá, aminek rövid a nyelek. Viszont megérkezett hozzám ez az ecsetszett, kivettem belőle az elvileg F30-as mini nyelű púderecsetet, és akkor jöttem rá, hogy ezt nem tudom, hogy gondolták. Remélem érzékelhető a különbség a két ecset között, ami elvileg ugyanaz, csak az egyiknek rövid a nyele, a másiknak meg hosszú. Szóval, hogy olyan, mintha ez a két ecset full más lenne. Egy kicsit csalódott vagyok miatta. Viszont pudereztem már azóta vele, és nem olyan rossz. Bár azt is hozzátenném, hogy nincs kifejezetten köze a mai Notinos Hall videóhoz, de én vettem egy Jessup ecsetszettet. Kifejezetten azért, mert hogy van ez a púder ecset a szedbe, aminek elég nagy feje van ahhoz, hogy kiengeszteljen a Sigma ecsetem elengedése miatt. És mostanában ezt szoktam a leggyakrabban használni púderezésre. Ezt a kicsi nyelűt meg pirosításra. Mert hogy ugyancsak eladós instámra feltöltött Sigma F10-es púderecset eléggé erőteljesen hajaz az elvileg F30-as Sigma mini nyelű púderecsetre. Konkrétan ez a kettő szerintem ugyanaz. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy tőle is megválok, és akkor ezt a mini nyelűt fogom használni, mert ennek is elég hosszú nyele van, bár ez mondjuk annyira nem idegesített engem sminkelésnél, mint a púderecset, de hogyha már van belőle egy kis rövid nyelű mini verzió, ezt jobban értékellem. És igen, nekem van egy ilyen fura mini ecset nyelű fétisem, vagy hogy fogalmazzam, meg sokkal jobban szeretem, hogyha rövidebb a nyele az ecseteknek, kényelmesebben rá tudok fogni, meg nem kocogtatom vele a tükröt, és hát ez leginkább az arc ecseteknél jó, a szemecseteknél nem baj, hogyha hosszabb, mert az annyira nem idegesít, de az arc ecset, nem tudok beszélni, az arc ecseteknél kifejezetten bosszantani szokott. Ő a következő tagja a szettünknek, az a kontúrecset, aminek a hosszú nyelű verzióját ugyancsak megtalálhatjátok az eladós instámon, mert még nem csapott le rá senki, és ebből is szerettem volna ugye egy rövid nyelűt, mert ez is az a kocogtatós dolog,
ugyancsak lekoctolom vele a tükröt, és ennek amúgy tényleg pont ugyanolyan feje van, szóval ez tényleg ugyanaz az ecset, egyedül az F30-as az, ami megkérdőjelez bennem néhány dolgot, de így, hogy megvan ez a jazzapos, így egyáltalán nem bánom, mert az kiváltotta nekem a nagy pufi ecsetet, és ezt még amúgy nem használtam azóta, mert abban a jazzapos szedben van egy tök jó kis dúp, ami hát végül is ennek a dúpja akar lenni, még a hosszúság, meg minden is hasonlít, és amúgy ez is egész jó. És meglepően jó az a Jessup ecset szett, amit vásároltam, és szerintem fogok nektek arról képet beszúrni, hogy pontosan melyik ecset szettről van szó, mert amennyibe kerül, nekem leesett az állam. Bár én, amikor elkezdtem sminkelni évekkel korábban, akkor jazzapos eseteim voltak, és ugyancsak Makeup Plaza-ról vettem őket akkor is. De szerintem azóta ezeknek az eseteknek a minősége határozottan javult. Úgyhogy szerintem még fogok tőlük ecsetszettet venni később. De ami engem érdekel, abból most pont nincs náluk készleten, úgyhogy várom majd, hogy után töltsék. Minden esetre ennek a Sigmásnak is kifejezetten örülök, mert a hosszú nyelű verzióját imádtam, és nagyon-nagyon szerettem vele sminkelni. Az utolsó arcecset, ami benne van ebbe a kis szedbe, az egy macska nyelv alapozó ecset, és nekem még sosem volt ilyen kaliberű alapozó ecsetem. És nem is kifejezetten tudtam, hogy mit fogok vele kezdeni, mert hogy nekem ez az alapozó ecsetem. A nagybetűs alapozó ecsetem, a Sigmának a lekopott róla a felirat, de F80-as kabuki alapozó ecset, és legrégebbi Sigma ecsetem, meg most úgy jelenleg az eseteim közül ez a legrégebbi. De imádom, és nagyon sokat használtam, és még mindig tök jó állapotban van. Mondjuk arra is oda szoktam figyelni, hogy megfelelően tisztítsam, de összességében ez egy brutálisan jó ecset, úgyhogy ha egy igazán jó alapozó ecsetet kerestek, én ezt javaslom így kabuki szinten. Viszont ennek megtaláltam a megfelelő funkcióját, mert a szemem alatti részre a púdert nagyon jól fel tudom vele vinni, és kicsit már ilyen baking effektet tudok vele létrehozni, úgyhogy határozottan megszerettem ezt a kis macska nyelves ecsetet is, láthatóan ennek is tök jó az ecset hosszúsága, és nagyon már csak egyetlen ecset lóg ki a sorból, így az arc ecseteim közül, ez az ugyancsak Sigmának, mert hogy a legtöbb ecsetem Sigma, de hogy ez az ecset az egyetlen, ami kilóg így hosszúságra. Ez az F53-as ilyen air levegős ecset, ami ilyen krémes termékekhez van, krémes pirosítókhoz, meg ilyen krém kontúr bronzer dolgokhoz, és nagyon sokáig gondolkoztam, hogy vele mi legyen, hogy kiszanáljam-e, meg amúgy kiszanáltam, de aztán visszakerült, mert mégiscsak van egy-két olyan krémtermékem, amikhez jól jön, és talán még ennek nem olyan nagyon hosszú a nyele, hogy úgy kifejezetten idegesítsem. Így prezentálom a nyelbeli különbséget. Láthatóan nem olyan brutálisan hosszú, úgyhogy ez az egy, amilyen hosszú, normál, hosszúságú nyelű ecset. Amúgy jelenleg ők az arcecseteim, hogyha már így nagyon róluk beszélek. Oké, meg tudom fogni szerintetek egy kézbe az összeset? Szerintem képtelen vagyok rá, úgyhogy két kézzel mutatom. Jelenleg ők az arcecseteim, amiket amúgy szerintem egész jól leszelektáltam, szóval nekem ennél sokkal több volt, de talán még ennyire se lenne szükségem, de egyelőre ennyi arcecsetem van. Meg amúgy a szemre való ecseteimet is kifejezetten lecsökkentettem, hogy ne legyen annyi, de azokból is van még. Úgyhogy szerintem azokból is fogok még szanálni. Viszont a szedben lévő szem ecsettek, azok szerintem nem maradnak meg nekem, mert most első körben megmutatom, hogy az egész szett ilyen bőrtokba érkezett. Ami amúgy tök jól néz ki, de ezzel sem nagyon tudok mit kezdeni, mert ha utazok, akkor nem igazán szoktam sminket vinni magammal, és itthon meg nem tárolom ilyenbe az eseteimet, mert ilyen kis fogmosó poharakba, meg cserepekbe tárolom. Úgyhogy igen, ennek is keresek majd új gazdit. Ez a négy olyan ecset van a szedbe, aminek új gazdit fogok keresni. Ilyen kis rövid nyelű, mini, extra, cuki szemecsetek.
de a legtöbb egyébként nekem már van olyan hosszú nyelű, amit régóta használok és szeretek, és nem szeretnék lecserélni. Az egyetlen meg, amiből nincs meg a hosszú nyelű, mert attól már megváltam korábban, ez az E55-ös ilyen szemárnyaló. Ezt nem kifejezetten szerettem, de a másik hármat azt amúgy a mai napig használom hosszú nyelű verzióban. Itt van az E30-as. Mondom, extra cukik ezek a pici ecsetek, és gondolkoztam rajta, hogy megtartsam-e, de hogyha belerakom a többi ecsetem közé, akkor annyira elveszik, hogy elfelejtem használni őket, úgyhogy emiatt gondoltam, hogy inkább felrakom őket az eladós instámra, és keresek nekik egy jobb gazdit, amúgy nagyon cukik. E30, ez egy ceruza ecset, tudjátok, ide kívülre a külsővébe lehet vele nagyon jól sötétíteni, és neki mindjárt megmutatom a normál tesóját. Ilyen a normál hosszúságú. Csak így szem ecsetben annyira nem zavar, ha hosszú. Inkább mondom, az arc ecsetek az, amik úgy kifejezetten idegesítenek. A másik kettő az pedig van egy ilyen kis számomra highlighter, de amúgy ez hivatalosan egy szemecset. Egy ilyen kis füstösítő szemsatír ecsetke. Ez az E40, és ebből is megvan nekem normál változatban a dolog. Itt a normál tesója lekopott felirattal, mert ez is brutál régi. És én őt highlighterezésre használom, mert nem szeretem a nagy highlighter ecseteket, ezekkel meg több szépen igazából meg tudom csinálni, és nekem ez az, ami úgy igazán kézre áll, úgyhogy igen. Ilyen is volt benne a szedbe. Az utolsó pedig egy szemöldök ecset. Hát illetve nem csak szemöldökre lehet használni, mert lehet vele akár szemhétust is, vagy ilyen alsó vízvonalat is festeni. Ennek is megvan a nagy tesója, a normál hosszúságú tesója. Szóval, hogy ő így néz neki normálba, és akkor itt a kis mini tesó, a pici tesója. És ő is új gazdát keres. Még nem döntöttem el amúgy, hogy ezeket a kis ecseteket szedbe rakjam-e föl, vagy egyesével. Lehet, hogy megpróbálom elsőként szedbe, és hogyha úgy nem sikerül új gazdát találnom nekik, akkor pedig egyesével. Minden esetre őket szerintem felesleges megtartanom, mert, mint említettem, amit szeretek belőlük, azoknak megvan a nagy verziója, és igen, szóval felesleges megtartanom. Úgyhogy igazából ennyi lett volna így a mai videóba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és végignéztétek, hallgattátok az én kis mondandómat. Hát kíváncsi vagyok amúgy a véleményetekre, hogyha van esetleg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban tapasztalatotok, vagy észrevételetek, vagy bármi egyéb, írjátok meg nekem nyugodtan. Szívesen olvasgatom a hozzászólásaitokat, meg hát mindig igyekszem válaszolni is rájuk, úgyhogy igen. Nyugodtan írjatok kommentet, aztán majd találkozunk a következő alkalommal, nem tudom mikor lesz, de majd találkozunk, addig is legyen nagyon szép napotok, reméletek délutatok, deletek délutánatok, estétek, életek. Jelette voltam, sziasztok!